Rég nem volt valami olyan természetes, mint déd és nagyszüleink idejében a nők és férfiak szerepe a családban, a társadalomban. A férfi dolgozott, megszerezte a megélhetéshez szükséges anyagiakat, és döntött a családot érintő kérdésekben. Ezzel szemben a nő csak gyereket nevelt, háztartást vezetett, bőven kivette részét a gazdaság fenntartásában, és kiszolgálta a család férfi tagjait. Mára azonban már az sem kizárt, hogy míg egy nő sikeres karriert fut be, addig a férfi gyereknevelési szabadságra megy, és csemeték nevelése mellett arról is gondoskodik, hogy gőzölgő vacsora várja, az egy újabb felelősségteljes napot záró kedvest. Hogyan jutottunk el ide? Hogyan élik meg ezeket a szerepváltásokat nők és férfiak egyaránt? Erre keressük a választ mai meghívottainkkal, Ser Szerén a pszichológussal és Szabó Töltöm néprajzkutatóval egyetemi adjunktussal. Köszöntünk benneteket, sziasztok! Köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást. Köszönjük a meghívást. És hát akkor vágjunk is bele a közepébe. Kicsit tekintsünk vissza a néprajzkutató szemmel, hogy hogyan is alakult ez a déd és nagyszüleink idejében, hogyan oszlottak meg ezek a nemi szerepek férfi és nő között, itt regionális szinten Erdélyben. Igen, való igaz, hogy ha hagyományos erdélyi magyar társadalomra gondolunk, akkor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy abban nagyon jól lerögzített nemi szerepek voltak, és ez lehet, hogy 90-95%-ban így is van. De pont azzal kapcsolatosan, hogy kihozta a döntéseket egy családon belül, nagyon sok olyan néprajzi tanulmány, visszaemlékezés, szociográfia van, amelyik azt mutatja, hogy azért ez egy-egy erőskezű asszony kézben tudta tartani a férjét is. Olyan leírásaink is vannak például Kibédről, Rádu János néprajzkutató szolgalegények visszaemlékezéséből rekonstruálja ezt az egészet, hogy bizony a családnak a feje, a férfi, megkérte a szolgalegényt, hogy lopjon gabonát, amit majd eladnak a piacon, hogy abból tudjon ő italra költeni, mert a felesége nem adott neki. Tehát a felesége kezelte a pénzeket, és egyébként van is egy ilyen józan paraszti meglátás, ezt is több felülről tudjuk, ahol azt mondják, hogy ha az asszony kezeli a pénzt, akkor ott rendben mennek a dolgok, ne a férfi kezelje a pénzügyeket. Szóval hogy igen, hagyományos szerepek szerint a férfi a fizikai munka, a női a háztartás vezetése, de közben azért a nők hátulról elég keményen kézben tudtak tartani egy-egy családot, ami nyilván nem jelenti azt, hogy nagyon erős férfi dominanciával ne találkoztunk volna a hagyományos erdélyi magyar, és nem csak magyar társadalomban. Én gyanítottam valahol, hogy ez valahol így van mégis. Mindig ott van egy nő a háttérben, ugye? Szerina, szerinted hogyan tekintünk ma vissza ezekre a szerepekre, ezekre a viszonyokra? Uh-huh. Hát igazából egyetértek Töhötömmel, szerintem az történik, hogy az a különbség van manapság ahhoz képest, hogy mondjuk régebb hogyan volt, hogy a nők valószínűleg egy kicsit jobban reflektorfénybe léptek. Tehát ez nem jelenti azt, ugye, hogy régebb nem volt a nőknek is ugyanúgy nagyon fontos szerepük otthon, a családban, vagy akár a társadalomban. Csak valószínűleg, hogy kevesebb reflektorfény esett rájuk, tehát kevésbé volt tudomásunk arról, hogy mi is történik ugye a háttérben. Mondjuk van különbség, hogy ha ma visszagondolunk, hogy déd nagymamáink hogyan éltek? Tehát látunk ebben a szerepváltozásban valamit, vagy észlelhető? Vagy ma mai szemmel van egy fiatal, azt mondja, jaj, mamám, jaj, hát ő nem úgy. Úgy nem kell csinálni. Tehát ebben kérdezem, hogy van-e valami változás, és hogyan észleljük? Én úgy látom, hogy a mai fiatalok szemszögéből a múlt az úgy néz ki valahogy, hogy a nők azok elnyomottak voltak, a nőnek mondjuk nem volt szava, nem volt joga, nem volt joga választani, nem volt joga döntéseket hozni a családban, és valahogy ezzel a képpel ellenkezik a mai, egy mai fiatal nő nagyon gyakran, és valahogy ennek tudható be az is, hogy sok nő jobban felvállalja azt, hogy ő döntéshozó akar lenni, határozott szeretne lenni. Uh-huh. Akár férfi szerepekben, vagy férfi munkákban, férfiak, eddig férfiaknak fenntartott pozíciókban is helyt szeretne állni.
Tehát valahogy ezzel a képpel szemben van egyfajta ellenkezés, vagy egyfajta nem akarunk oda kerülni természetesen, mert azt a címkét tűztük hozzá a múlthoz, hogy a nő az el van nyomva, a nő az nem értékes. Honnan ez a kép töltöm szerinted? Így rákérdezhetek erre? Vagy van ebben valami igazsága, amit Szeréna mond, ez az elnyomott női kép? Van minden kép, tehát hogyha itt elválasztjuk a különböző szférákat, akkor azt látjuk, ugye, hogy egyrészt ott van a magánszféra, ahol a nőknek lehetett valamiféle megnyilvánulási lehetősége, másrészt ott van a nyilvános szféra. Még akkor is, hogyha a kulturális antropológia nagyon sokszor azt mondja, hogy valójában az nagyon erős ilyen publikus-privát szféra szétválasztás nem mindig működött, de mégis azt látjuk, hogy az esetek nagy százalékában mégis volt valamiféle szétválasztás. És hogyha például a publikus szférához hozzákötöm azt, amit úgy általános értelemben jogképességnek nevezek, amit azt a kérdés, hogy mennyire tud reprezentálni egy nő, tud-e szavazni egy nő, fel tud-e szólalni bizonyos helyzetekben, akkor azt látom, hogy ezt a társadalom nagyon sok szintjén, intézményes keretek között nem engedték meg a nőknek, hogy például kezdjem a legelemibb szinten, ugye egy falu közösségeknek a szintjén. Tehát szinte elképzelhetetlen volt mondjuk székely társadalomban, hogy egy nő a falu közössége előtt képviselje a saját családját, vagy tudunk olyanról, hogy például ilyen közösségi ügyekben, hogyha a nő özvegy volt, akkor nem ő képviselte saját magát, hanem fiú testvére, nagyfia, az édesapja képviselte. Tehát ez a jogképesség, ami aztán a felsőbb szinteken elmegy egész addig, ugye, hogy a 20. században szereznek szavazati jogot a nők. Ugyanakkor ebben a tekintetben is a magyar hagyomány bizonyos szempontból ambivalens, mert nem tudjuk például azt, hogy erre az európai hagyományra még a jogképesség megvonását jelentette a nők esetében a Kárpát-pedencébe betelepülő magyarság mikor is csatlakozott rá. Tehát erről nagyon keveset tudunk, de ez nagyon rég volt, és már nem is nagyon lehetne hivatkozni erre a dologra. De van egy ilyen. És még egy dolog nagyon röviden, én látok ugyanakkor ebben egy kettősséget, amit Szeréna mondott, hogy igen, azt mondjuk, hogy a nőknek mennyire elnyomott volt a helyzetük x évvel ezelőtt, ugyanakkor meg folyamatosan mondunk ilyeneket, hogy bezzeg mennyire könnyebb volt gyereket nevelni, együtt volt a nagy család, meg lehetett tanulni mintákat helyben, nem maradt egyedül az anyuka a gyerekneveléssel és minden más ezer feladattal, amivel viszont annak ellenére kilép a munkaerőpiacra, ma sokszor mégiscsak egyedül marad. Igen, erre vissza is fogunk térni, hogy igazából nem jobb vagy rosszabb van, hanem vannak jobb dolgok, ott vannak pozitívabbak, és egy kicsit más, hogyan átalakultak. Honnan nézhetjük ezt a változást? Ugye említettétek, hogy régebb és most, ha ma nézzük a régebbi szemmel, de hogy honnan, akár tudományosan, akár a pszichológia szempontjából, hol történt ez a változás, amikor egyre felvállaltabban generációváltásnál, vagy hol szerintetek? Hát ha nagyon mélyen nézzük, akkor a nő és a férfi részünk mögött ott van az ember. És valahogy a nők nagyon sok éven keresztül ezt az oldalukat valahogy háttérbe szorították, elvesztették, elhanyagolták, hogy én igenis lehetek emberként, a nő mögött emberként is értékes, mert igazából szerintem erre... Mire gondolsz pontosan, hogy még pontosabban fogalmazzunk emögött? Amikor egy gyerek megszületik, nagyon sok orvos arról számol be, hogy ha ránéz egy kisgyerekre, és nem tudná, hogy kisfiú vagy kislány, csak a szemébe nézne, akkor nem tudná megállapítani róla, hogy milyen nem. Tehát valahogy erről akarok beszélni, hogy ezt jelenti az, hogy emberként születünk. Ott van az ember, az emberség a mögött, hogy milyen szerepet fogunk vállalni később a társadalomban. Mert az, hogy nő vagy férfi leszek, az mondjuk a fizikai, a biológiai jellemzőkön túl nagyon-nagyon sokféle szerepet jelent. És valahogy ebben a váltásban az történt, hogy a nők elkezdik újra saját erejüket vissza kérni, visszanyerni, újra megtalálni. És újra fogalmazni akár. Igen, igen. És persze ebben van nagyon sokféle próbálkozás, ugye vannak nők, akik valahogy ezt úgy értelmezik, hogy akkor a férfi világ van, most időzőjelben mondom, és akkor a férfiakkal kellene versenyhelyzetbe kerülni, és ott kellene bebizonyítani, hogy én milyen
értékes, ugyanolyan értékes vagyok nőként, mint egy férfi. Más nők a másik végletbe vonulnak el valahogy, én leszek az anya, az ős anya, aki a gyerekeivel foglalkozik, és valahogy nem is olyan fontos mondjuk a karrier, vagy a nem tudom, a családfenntartás anyagi oldala, vagy és a kettő közt van versengés szerinted? Tehát a két női példa közt, az ősanya és a karrierista nő között van-e versengés? És még sok van, még ebben is, mert csak ez a két véglet. A két véglet között, igen. Szerintem nagyon sok szorongás van, mert valahogy ugye az egyik véglet, ha az egyik végletben vagyok, valami miatt az a meggyőződésem, hogy majd ebben leszek sikeres, vagy ebben fogok bizonyítani. És nagy, elég erős szorongással tölthet el, hogy ha én látom azt, hogy mondjuk a másik végletben élő, bizonyító nő talán ugyanolyan, most megint időzőjelben mondom, sikereket ér el, vagy ugyanúgy bizonyítani tud. Tehát én ezt látom igazából, hogy elég sok szorongás van, és sőt, még azt is látom, hogy ez a két véglet eléggé megpróbálja távol tartani magát egymástól. Tehát nincs nagy keveredés. Ugye van közösség, van keveredés azok a nők között, akik nagyon felvállalták ezeket a hagyományos szerepeket, mint anya, mint feleség, a háztartásra vigyáz, esetleg nem tudom, lehet, hogy valamiféle kézi munkából keresi a kenyerét, tehát nem feltétlenül a fektet hangsúlyt egy karrierre. És tehát ezek a nők között ugye van egyfajta közösség és összetartozás, és a másik végletben, ugye nem tudom, a bizniszvilágban. Ott meg szintén csak valami más szabályszerűségek uralkodnak. Tőtöm, te mit gondolsz, hogy honnan indítható, vagy hogyan alakult ki akár ez a változás? Ez a változás iránti igény? Hát azt mindenképp szeretném hangsúlyozni, hogy mi most így nagyon ilyen, hogy mondjam, euróatlanti, nyugat-európai keretek között beszélünk. Szóval, hogyha kimegyünk mondjuk Afrikába, Ázsiába, akkor egészen más női mintákat látunk, akár még abban az értelemben is, és távol álljon tőlem, hogy idealizálom ezeket a társadalmakat, ahol nincs meg ez a feszültség sokféle női szerep között, akár mind a mai napig. Tehát most akár arra a példára is gondolhatok, ahol a nőnek a szexuális szerepén keresztül, egyáltalán a társadalomban betöltött szerepén keresztül sokkal nagyobb hatalma van a férfiak fölött, mint a mi társadalmunkban. Viszont a mi társadalmunkban, hogyha megnézzük, ugye, akkor folyamatosan látunk azért példákat a történelemben visszamenve arra, hogy nők kiemelkednek, nem a női mintákat, nem a hagyományos női mintákat követik, és hogyha megnézzük a koroknak a különféle női képét, hogy mit forgalmazott, ott van a romantikának ugye az elaléló nő képe, aki a kertben sétálgat és könyveket olvas, és egyszer csak eljutunk mondjuk az 1950-es éveknek akár a kommunista propagandájáig, amikor azt mondják, hogy lányok fel a traktorra, és vegyetek kezes lábast magatokra, és olajozzátok össze a kezeteket. Nem szabad elfelejteni, hogy a kettő között ott van két világháború, ami nagy mértékben megmozgatta a társadalmat, akár abban az értelemben is, ugye, hogy az első világháború egészen világosan megmutatta például azt, hogy miközben férfiak tömegesen elmennek otthonról, a faluban és egyáltalán az otthon maradottaknak az élete nem áll meg, dolgozni kell. Kik végzik el a munkát? A nők. És hogy a nők tudnak szántani, a nők el tudnak végezni mindenféle fizikai munkát, ez az első nagy változás, és a második nagy változás az nyilván a második világháború, és a kettő között eltelt idő, amikor még ideológiailag is ugye mindenféle áramlatok rácsatlakoznak erre a dologra, és hogy a nők fegyvergyárakba mennek dolgozni, kemény fizikai munkát végeznek, és beindul egy olyan történetileg is értékelhető, máigható mozgalom, aminek az eredménye aztán a nőiség képének a megváltozása az 50-es, 60-as évektől errefele. Nagyon sok leágazása van ennek az egész történetnek, de végső soron egy ilyen felszabadultabb nőideál az, ami az eredménye lett ennek a dolognak. Na most azt kérdem, hogy mit jelent ez a lehetőség? Lehetőségnek nevezem, ha bár a feszültség is egy jó szó volt, hogy ma már feszültség is van ezek között a nőideálok között, hogy mit jelent ez a lehetőség a nők és a férfiak számára, vagy miben lehetőség akár? Hát szerintem ugye egyrészt nagy lehetőség tanulni egymástól. Tehát ott, ahol különbségek vannak,
ott nagyon sokszor konfliktusok is születnek természetesen. Akkor születik konfliktus, hogyha az az érzésem, hogy ugye a másik ember mondjuk különbözik tőlem, és ez valami rosszat jelent, vagy ettől én kevesebb leszek esetleg. Viszont az ilyen helyzetek nagyon-nagyon jó esélyt nyújtanak arra, hogy azt tudjam látni a másik emberben, aki különbözik tőlem, másképp éli az életét, hogy azt tudjam látni, hogy másképp is lehet. Uh-huh. És hogy ebből tanulni tudjak, hogy rá tudjak nézni arra, hogy oké, nekem van-e szükségem ebbe az irányba fejlődni, szeretnék-e ebbe az irányba fejlődni, és hogyan. Te mondanál valamit töhötön, mint lehetőség? Igen, egy kicsit, hogy mondjam, most a saját nemem ellen fogok beszélni, amikor én azt gondolom, vagy azt mondom erről, hogy ezt nyilván, ha úgy veszük, ugye ilyen nagyon hokedli statisztikusként, vagyis az a statisztikus, aki ül a tömbházban a hokedlin és gondolkodik a világ ügyein, hogy fele a világnak nő és fele férfi. És hogyha nagyon ebben a szociológia úgy hív, hogy hegemon maszkulinitás, ha ebben gondolkodunk, akkor gyakorlatilag, hogy mondjam, a kreatív energiák létrehozásának a lehetőségéből kizárunk fele embert a Földön. És hogyha egy picit sikerül megtörni ezt a hegemon maszkulinitást, én azt gondolom, hogy ezzel már is nyert ügyünk van. Nem tudom egyébként, hogy mennyire haladtunk jó úton, bármennyire is propagandisztikusnak tűnik az, amit most mondok, de hogy én azt gondolom, hogy ez a hegemon maszkulinitás mind a mai napig mindenféle ilyen női mozgalmak ellenére még mindig egyfajta ilyen domináns, mint a társadalomban, hogy az erős férfi az, ami működteti ezt a társadalmat, és elég cseles módon, ennek van egy olyan következménye is, ugye, amit szintén a szociológiából kölcsönzött kifejezéssel, hogyha jól emlékszem, hogy férfiassági osztaléknak nevezünk. Ezt ebből, nem hallottam meg. Ebből azok a férfiak is részesülnek, akik egyébként nem annyira macsók, de valahogy a macsó férfiaknak az ereje kisugárzik feléjük is. És akkor egy adott helyzetben egy nagyjából ugyanolyan pozícióban levő nő, vagy ugyanazt a helyzetet kezelő nőnek sokkal nehezebb helyzete van, mint egy ugyanolyan helyzetet kezelni próbáló férfinak, mert rá kisugárzik ezeknek a hegemon maszkulin egyedeknek is az ereje. És én azt gondolom, hogy ha hiszünk az egalitárius társadalomban, akkor ez egy hozadék lehet a női szerepköröknek a megváltozása, hogy nőket is valahogy, hogy mondjam, ilyen egyenlő félként kezelni ilyen helyzetet. Ez nagyon jó, amit mondasz. Szerinted ebben a férfiak mennyire, vagy a férfinő között mennyire van feszültség, hogy a nők is kezdenek egálba kerülni? Ez, a nőnőről beszéltünk a két véglet kapcsán. A nő-férfi viszonyban ez hogyan alakul? Akár aktuálisan. Igen. Akár aktuálisan, igen. Hát egyrészt azt mondanám, hogy a férfi szerepekben is nagyon sok feszültség van. Tehát, hogy azt nem hiszem, hogy olyan egyszerű lenne, hogy az ember egyszer csak, vagy hogy megszületik, és egyszerűen belenő egy férfi szerep, és az egyetlen férfi szerep, amit ő meg tud élni, nagyon sok férfi szerep van jelen pillanatban is. És hogy azért válságban vannak ezek a férfi szerepek, gondoljunk csak arra, ugye, hogy a férfi szerepeknek ezt a nagyon erős maszkulinitását mi hordozta? Az, hogy katonák voltak a férfiak, politikusok voltak a férfiak, gépekkel dolgoztak a férfiak, a mezőn nehéz munkát végeztek, ma mindent átvesznek a robotok, nem kell már katonának lenni, gyakorlatilag gépekkel dolgozunk, amit a nők is meg tudnak csinálni. Vannak ezek a feszültségek, másféle feszültségek, hogy ha körülnézek magam körül a világban, akkor ott van nagyon sok férfi minta, amit követni tudok, nem tudom, metroszexuálisoktól kezdve egészen a nem tudom milyen végletig. És közben igen, mégiscsak ott van, hogy van egy elvárás a férfiakkal szemben, hogy neked férfiként férfiasnak kell lenned, bármit is jelentsen ez, és akkor vannak nők, akik valahogy megkérdőjelezik ezeket a szerepeket, és én azt gondolom, hogy különösen abban a hagyományos erdélyi magyar társadalomban szocializálódva, amelyikben szocializálódtunk mindannyian, ezek azt gondolom, hogy okozhatnak feszültséget a férfiaknak, amikor például el kell fogadnunk nekünk azt, hogy mondjuk egy cég legfelsőbb vezetője egy nő, akitől utasításokat fogunk kapni. Szerintem biztos tudsz erre. Aki amúgy egy ember, akarok rátérni, hogy mit mond erről a pszichológus, aki ugyanúgy ember. Igen, azt hiszem valahol itt folytatnám a gondolatot, hogy ennek kapcsán, hogy mi van, ha megkérdőjelezzük ugye egymás, nem tudom, férfiasságát, nőiességét,
És mert hogy a nőiességet is meg lehet ugyanakkor. És meg is történik természetes módon. Hát most valahogy pszichológiai szemszögből ugye van mindnyájunknak, most nevezzem úgy nagyon egyszerűen, egy férfi oldalunk és egy női oldalunk. És ez valahogy mindnyájunkban benne van. A nőkben ugye egy kicsit több százalékban van mondjuk a női rész, idézőjelben így mondjam, most igazából principiumokról beszélünk. Férfiakban ugye a férfias rész mondjuk nagyobb. Hogyha én férfiként, vagy akár nőként meg tudom élni minél nagyobb harmóniával ezt az egyensúlyt, ami bennem van, a női oldalam, a férfi oldalam kapcsán, akkor elég kevésbé, kevéssé valószínű, hogy ha valaki megkérdőjelezi az én, nem tudom, nőiességem vagy férfiasságom, akkor ezt mondjuk félelemmel, vagy szorongásra, vagy dűvel akár fogom megélni. Tehát valahogy most elérkezünk lassan ugye az önbizalom témához. Tehát, hogyha rendben vagyok magammal, rendben vagyok azzal, aki én vagyok, tudom azt, hogy mik az erősségeim, mik a hiányaim, hol akarok még fejlődni, és el tudom fogadni azt is, ami úgy gondolom, hogy hiányzik belőlem, vagy, akkor nem fogom ezt feszültségként megélni. De ha van valamiféle érzékeny pontom ezen a területen, mármint az önelfogadásban, akkor igenis lesz feszültség, mondjuk férfiként egy női főnököt elfogadni, vagy néha akár fordítva is. Miből adódhatnak egyébként ezek a feszültségek önmagam számára, hogyha nincs egyensúlyban mondjuk a női és férfias oldalam? Az most lefordítva gyakorlatban úgy is nézhet ki, hogy ha én főnök vagyok a munkahelyemen, akkor nagyon fontos, hogy az otthoni magánéletemben ezt tudjam megélni a nőiesebb oldalamat is akár, vagy mire gondoljunk? Valahogy inkább fordítva van, tehát még mielőtt mondjuk szakmát választok, még mielőtt családom lesz, ezek az arányok, ezek bennem már fiatalkorba, kamaszkortól elkezdve elkezdenek ezek az arányok valahogy kifejlődni, beállni valamilyen százalékba. És akkor nagyon gyakran ennek függvényében fogok családot alapítani, társat választani, ennek függvényben fogok valamilyen szakmát választani. Tehát például, hogyha nagyon gyakran látjuk azt, hogyha mondjuk egy keménykezűbb nő vagyok, akiben több, vagy aki jobban megéli, és könnyebben megéli mondjuk a férfi oldalát, vagy férfi principiumok alapján, akkor határozott vagyok, akkor tetrekész vagyok, akkor vezető, a vezetői képességeim mondjuk erősebbek, és elég valószínű, hogy ilyenkor egy olyan férfit fogok választani, tudatosan vagy nem tudatosan egy olyan férfihez fogok vonzódni, akinek a másik oldala lesz erősebb. Azért, mert két ugyanolyan erős, mondjuk férfi oldala, vagy férfi résszel rendelkező személy, vagy ember nem tudna meglenni, nem tudnánk meglenni egymás mellett. És szakmát is ugyanígy ennek függvényében választok. Tehát emlékszem, amikor én pszichológiára akartam menni már úgy középiskolában, édesapám mondta, hogy hát milyen jó lenne, hogy legyek pedagógus, tanítónéni, tehát neki valahogy az ő fejében ez volt a kép, mert ugye nőként milyen jó, ugye ő egy generációval. Ez egy hagyományos szerepkörválasztás. Igen, és milyen jó lesz, mert lesznek vakációk, otthon tudok lenni a családdal, a gyerekekkel, tehát hogy valahogy ez a kép volt hozzá kapcsolva. Tehát ennek függvényében fogok szakmát is választani, hogy ott melyik oldalamat, vagy mennyire tudom majd megélni azt az oldalam, amelyik mondjuk amúgy is erősebb. Rá is kérdeznék egyébként erről, hogyha már saját példát hoztál, hogy mennyire nehéz kitörnie egy nőnek a hagyományos szerepkörből. Tehát mondjuk te otthon mennyire kellett megküzdjél apukádnak a hagyományos szerepkörével, amit én rád nem akart. Vagyok rá nagyon jó példa szerintem, mert valahogy mindig kívül éreztem magam a hagyományos szerepkörökön. Tehát, hogy ezek is valahol ott vannak bennem és élnek bennem, de valahogy már nagyon-nagyon korán, már nagyon régen vonzott az új, a más, a mi van több, mi van a másik oldalon. Egyébként nehéz, vagy kell küzdeni ezzel, vagy ki kell törni, vagy valami ellen kell menni ilyenkor, vagy hogy tapasztalod? Bizonyos helyzetekben igen. Tehát ha olyan a család, mondjuk nagyon hagyományos
most ha hagyományosnak nevezzük mondjuk ezt a, azt a képet, hogy a nő vállalja ezeket a női szerepeket, a férfi a családfenntartó, ő hozza a pénzt a házba, stb. Tehát ha ilyen családból van születik egy gyerek, most annak függvényében, hogy mennyire mennyire erős mondjuk a szülők beleszólása abban, hogy a gyerek milyen irányba induljon el, annak függvényében a gyerek két végletbe csúszhat. Az egyik véglet az, hogy követi ezt, nem véve figyelembe, vagy nem figyelembe véve azt, hogy ő esetleg neki milyen vágyai, milyen igényei lennének, és akkor az aztán mindenféle következményekkel jár, mondjuk kevesebb lelki harmóniával fog élni előbb-utóbb, vagy átcsúszik a másik végletbe, mint a kamasz korban, amikor azt mondjuk, hogy még azért sem, és akkor azt mondja, hogy igen, de én már pedig kilépek ebből, és valami teljesen más. Most a végletekkel az a pszichológiai szemszögből az a kockázat, hogy ugye egyik sem vezet nagyon sok egyensúlyhoz. Amire amúgy törekedni kéne. Amire ugye? Igen. Elég sokat beszéltünk a női szerepekről. Igen, beszéljünk a férfi szerepekről. Egyensúlyban legyünk, mind átengedem. Igen. Akkor meg is kérdem, hogy a hagyományos férfi szerepek hogyan alakultak? Tehát ott van-e változás? Például egy rögtön abszolút első példa, ami eszembe jut, hogy a nő megszüli a gyereket, ugye, mert arra csak a nő képes, és utána a férfi megy szülési szabadságra. Még milyen példákat tudnánk, hogy hogyan változott egyáltalán ez a hagyományos férfi szerepkör? Vagy egyáltalán mennyire nehéz ez az átalakulási folyamat, amiben ugye hogy a férfiak hogy kínlódnak a férfiak? Mondjuk itt is. Biztos, hogy itt is van egy küzdelem, egy feszültség, hogyha megnézzük. Ugye mert az, hogy a nők szülnek, a férfiak nem tudnak szülni, én azt gondolom, hogy ezen nem lehet változtatni, és talán nem is kéne próbálkoznunk, de ez egy teljesen más másikra terelni ezt a beszélgetést. Viszont, hogy milyen más feladatokat vállalhat át a férfi, és ebből esetleg milyen feszültségek támadnak, én megint csak abból indulnék ki, ugye mi egy elég hagyományos társadalomban szocializálódtunk, egy ilyen társadalomban mozgunk, talán még mindig nem köznapi egy olyan kép, bár elég elterjedt már az, hogy mondjuk apukákat lássak nagyon kisgyerekekkel sétálni munkaidőben. Ez egy nagyon-nagyon fontos, nem csak vasárnap a sétatéren, hanem hogy munkaidőben, és hogy azt feltételezzem róla, hogy akkor ezt most fő munkaidőben teszi. Mert hogy van egy nagyon csalóka dolog ugye a mi nyelvünkben, hogy mi az anyasági segélyt segélynek nevezzük. Holott ugye diákokkal is szoktunk játszani ezzel a gondolattal, hogy gondoljuk végig azt, hogy kit szoktunk segélyezni. Azt szoktuk segélyezni, aki munkaképtelen, aki valamiért nem jutott munkához, rászorul, de egy anyuka egyáltalán nem munkaképtelen. És hogy gondoljuk végig azt, hogy mennyire kőkemény munka a gyereknevelés, ezt apaként is mondom, és hogy valahogy úgy vagyunk vele, mint ahogy az ökológusok vannak az ökoszisztéma szolgáltatással, ami gyakorlatilag azokat a természetben jelenlevő tevékenységeket jelenti, amit nem tudunk mérni feltétlen, de ott vannak. Az, hogy a méhek beporozzák a virágokat, ez egy nagyon fontos ökoszisztéma szolgáltatás. És valahogy így vagyunk ezzel a női munkával is, hogy úgy segélyezzük az egészet, mondjuk nem tekintjük munkának, de hogy gondoljunk bele abba, hogy milyen kemény feladat az, hogy mondjuk reggeltől estig együtt lenni egy vagy két gyerekkel, közben kigondolni azt, hogy mi legyen otthon a menü, esetleg a harmadik gyereket elvinni iskolába, hazahozni iskolából, óvodából, és hogy azt gondolom, hogy a férfiaknak is valahol egyfajta szemléletváltásra van szükségük abban az értelemben, hogy elkezdjék ezeket munkának tekinteni. Tehát, hogy ez is egy kőkemény munka. Hát ugye azt azért érdemes hozzátenni, hogy a világ boldogabbik felén vannak olyan esetek, ahol ezt keményen honorálják. Tehát, hogy akár meg lehet élni abból, hogyha az ember gyereket nevel. Hát nálunk mit azt hiszem, hogy... Bocsánat az alatt, hogy a világ boldogabbik felén? Hát mondjuk Ausztriától arra fele. Ausztriától arra fele elég jó ilyen juttatási rendszerek vannak, és nem is segélynek nevezik, ez a benefit szó angolul, ugye egész másként írja le ezt az egészet, mint a mi nyelvünkben a segély. Szóval ez egy fontos különbség, én azt hiszem. És a másik oldalon pedig, hogy mondjam, most nekem hirtelen Margaret Thatcher jutott eszembe, ugye a vaslédi. Tehát, hogy azért vannak egész kőkemény politikusok is a 20. századból, akik megmutatták azt,
hogy nőként is lehet nagyon-nagyon komoly sikereket elérni, és más területekre nem is akarok most betévedni. A politika az évezredeken keresztül, ha lehet így mondani, ez egy férfi dominanciájú világ volt. Tehát azt gondolom, ez egy teljesen természetes dolog, hogy a férfiaknak is valahol a férfi szerepeik változására fel kell készülniük. Gondoljunk például egy egészen más, de hozzánk közeli példa, hogy mekkora válságot okozott 89 után annak a sok nagyon jól fizetett munkásnak, például a bányaiparban, akik ilyen 4-5-6 ezer lejeket kerestek, és más ilyen kemény ipari szektorokban is, egyszer csak összeomlik ez a szektor, ő már nem tudja eltartani a családját, és a felesége mondjuk utazó kereskedelemből kezdi eltartani azokat a gyerekeket és az egész családot. Szóval ezek egész komoly kihívások voltak, ezt egész konkrétan tudjuk, ami belefutott mindenféle ilyen társadalmi problémába, többek között alkoholizmusban, meg egyebekben. Szóval azt gondolom, ezekre folyamatosan fel kell nekünk készülnünk. Férfiként és úgy általában társadalomként is. Azt hiszem, a női oldalát, a férfi oldalát is egy kicsit körbejártuk. Most azt kérdezném meg, hogy hol tartunk ma Erdélyben a változás terén, hogy mennyire változtak meg ezek a hagyományos szerepkörök. Akarjuk-e, érzékeljük-e? Ti mit észleltek? Akár hasonlítva is, nyugathoz, kelethez. Hát én ugye azt látom így a szakmámban, meg a mindennapi életben, meg a rendelőben is, hogy ugye van ez a nők részéről van ez a két véglet, amiről már beszéltünk, amiben megpróbálják megtalálni azt, hogy ők megpróbálják megtalálni, vagy megérezni újra a saját értéküket. És valahogy van elindult egy ilyen vonal, ugye, hogy ha a nő szeretne mondjuk karriert is építeni, akkor a férfi ebbe segítsen be a társa. Tehát ugye ezért mondjuk akkor az édesapa fog elmenni mondjuk szülési szabadságra, tehát hogy valahogy ilyen módon kezdenek kiegyenlítődni valahogy ezek a szerepek. Ugyanakkor most visszatérek megint az egyensúly gondolatához, hogyha ezek a szerepek hosszú távon viszont felcserélődnek, akkor az lelki szinten nem feltétlenül vezet nagyon jó következményekhez. Tehát mondjuk egy férfi, aki otthon ül apaként a gyereke mellett, és ezzel teljesen rendben van, és ezt felvállalja teljes mértékben, ez rendben van számára, viszont ha ez a szerep mondjuk hosszú ideig fennáll, évek múlnak, és esetleg ő még mindig nem megy vissza mondjuk a karrierjéhez, vagy nem történik meg ez a váltás, akkor az elkezdheti lassan-lassan befolyásolni ugye az önbizalmát, hogy milyen férfi vagyok én, vagy hogyan, mitől vagyok, akkor én férfi, hogyan élhetem meg a férfi mi voltomat, és ez aztán befolyásolja ugye a kapcsolatot is, meg a családi helyzetet is később. De mint kiinduló pont az nagyon szimpatikus nekem, hogy együtt hogyan tudunk erősebbek lenni. Hogy akkor most te egy kicsit tedd oda, én egy kicsit tegyem oda. Kiinduló pontnak jó, viszont ez fontos, hogy ne boruljon fel. Létezhet úgy is, mint, hát nem tudom, jó ez a szó, hogy ideál, hogy van olyan, hogy a nő megkeresi magában, ami a férfi, és az az erős, és ezt vállalja, és a férfinél ugyanígy fordítva, és ez működőképes? Hát úgy gondolom, hogy a dolgok nem fehérek, vagy feketék, tehát valahol ugye a fehér és a fekete között rengeteg szín árnyalat van. Vannak időszakok az életünkben, életemben, amikor mondjuk erősebb lehet mondjuk a férfi oldalam, és ezt használom. És nem csak időszakok, tehát nem hónapok, évek feltétlenül, hanem akár percek, elfoglaltságaim belül is. Töhötöm. Hogy látott te Erdélyben ezt a változást? Én ebben a tekintetben pesszimista vagyok. Abban az értelemben, hogy nyilván én is látom azt, hogy feloldódnak bizonyos mértékben ezek a szerepek, és azzal is egyetértek, amit Szeréna mondott, hogy viszont ezek a szerepeknek a teljes felborulása nem biztos, hogy jót tesz minden helyzetben. De én azt gondolom, hogy addig, amíg természetesnek vesszük például azt, hogy a vasárnapi ebédnél nagymama, anyuka, bárki, a családnak bármelyik női tagja úgy ebédel, hogy közben csak a kályha sarkát támasztja, és úgy kanalazza a levest, és mindenkinek a kívánságát lesi. Vagy természetesnek vesszük azt, hogy 19-20 éves egyetemista fiúk várják azt, hogy az édesanyjuk bepakolja a csomagjukat,
addig azt gondolom, hogy még mindig van, megint csak normatív és propagandisztikus vagyok, szóval azt gondolom, hogy még mindig van, ahová egy picit előre tudjunk lépni ebben a tekintetben. Keveset tudunk egyébként ezekről a kérdésekről, nem tudjuk, hogy ennek milyen regionális eloszlása van, van-e faluváros eloszlása ennek a kérdésnek. Ugye falusi családokat mindig hajlamosak vagyunk ilyen nagyon erőteljes, hagyományos mintának látni. Közben én láttam olyan falusi családokat, ahol egyáltalán nincsenek meg ezek a minták. Van egy egyensúly férfi és nő között, és láttam a másik oldalon városi családokat, ahol akár indokolatlanul mondom azt, hogy ez a macsó férfi viselkedésnek nincsen helye, mert már nem járul hozzá az a fajta családfenntartó tevékenység, ami esetleg indokoltá tehette volna ezt az egész viselkedést. És vajon hogyan lehetne, vagy szerinted mi lehet a módja annak, hogy a 19 éves fiú ne várja, hogy anyuka bepakoljon? Mi, hogy lehet ezen? Vagy mikor jön el a változás? Vagy eljön-e? Mikor kéne eljön? Vagy mi az ideális? Vagy van olyan, hogy ideális? Hát nem tudom, erre biztos, hogy Szeréna tudja jobban a választ. Én azt gondolom, hogy csak egy mondatban, hogy amíg a nők a saját nőiségüket, ezt a hegemon maszkulinitást kiegészítő, alárendelt nőiségben élik meg, addig kevés az esélye annak, hogy ezek a változások bekövetkezzenek, és az, hogy mondjuk személyiségfejlődés szempontjából hol kell bekövetkeznie annak, hogy a 19 éves fiú már ne az édesanyjától várja, hát ez a Szeréna asztala, úgyhogy át is adom a szót neki. Köszönöm. Hát igen, itt igazából nem feltétlenül, vagy lehet, hogy nem annyira férfi és női szerepekről van szó már, hanem felnőttségről, ami ugye egy másik terület. Tehát mondjuk, ha úgy nézzük a nagyon nagy vonalakban az életszakaszokat, van a gyerekkor, mondjuk ha kamaszkor előtt mindent beleszámolunk, amikor egyfajta függőség van bennünk a szüleinkkel szemben, ha ők nem léteznének, nem élnénk túl, nem vége lenne az életünknek igazából, és akkor megteszünk, vagy akkor tanuljuk meg a szabályokat, akkor megteszünk mindent, vagy majdnem mindent, hogy ugye ők elfogadjanak, hogy kiszolgáljanak, stb. Most jön a kamaszkor, amikor ennek pont az ellenkező pólusába esünk bele, mert elkezdjük letesztelni azt, hogy mi van még, azon kívül, amit eddig tanultam. Mi van még ebből a világból? És valahogy 19 évesen manapság nagyon gyakran még ez a kamaszkor húzódik ki. Mert itt ugye van különbség lány és fiú között? A témába vágóan? Hogy 19 éves már férfi és nő, és a 19 éves nő például bepakol? Vagy neki is anyuka szerintem pakol ugyan, be? Szerintem valahol ugyanabban, ugyanabban a cipőben járnak, mert ugye ezután következne a fiatal felnőtt kor, ami hát mondjuk így 18 éves kortól arrafele számoljuk, de manapság szerintem már nagyon el van tolódva, tehát nem tudom, 24-25-től arrafele kezdődik talán ez az időszak, a fiatal felnőtt kor, amikor kezdem megtanulni a felelősséget. Tehát ugye ezelőtt kamaszkorban még nem rendelkezem, még nem csak úgy sejtem, hogy mit jelent felelősséget vállalni, nem tudom a házi feladatokat megcsinálni, vagy hasonló dolgokat, de és ez ugye nagyon, hogy ezt hogy tanultam meg, az ugye nagyon függ attól, hogy otthon ez hogy volt átadva, ki hogyan, ki milyen modellt mutatott, volt-e egy erős apa modell, egy kiegyensúlyozott férfi modell, aki mondjuk felelősségre tudja tanítani, ha mondjuk fiúról van szó, a lányról, akkor a női szálon mondjuk volt egy ilyen erős... Vajon ebben van valami kapcsolata között, hogyha a nő felvállalta egyre erősebben azt, hogy ő nő, és akár lehet vezéregyéniség, hogy a családban megbomlott egy picit ez a rendszer, vagy ez a rend? Hát igen, nagyon sok családban, ugye nagyon sok olyan páciensen van például fiatal anyuka, otthon egy éves gyerek, 6 hónapos gyerek, 2 éves gyerek, és ő este 8-kor esik be az ajtón valamilyen vezetői pozícióból, és a férje megfőzi, mondjuk hamarabb hazamegy, megfőzi ugye akár a vacsorát, vagy a másnapi ebédet, tehát természetesen, és ez aztán kifhat, persze kifoghatni, mert így módon nő a gyerek, hogy ezt látjuk. Egyébként nagyon érdekes, hogy így most visszagondolva ahhoz a gondolathoz tenném hozzá, amit az előbb mondtál, hogy,
hogy most egy picit meg van fordítva, mert az én nagypapám, aki most 90-et is meghaladta, tehát ő sokkal hamarabb önállósodott, mint például mi már, akik 18 évesen még mindig visszük otthonról a bécsi szeletet és a fasírtot a fiatal felnőtt korba. Uh-huh. Tehát, hogy... És akkor hol vannak a hagyományos szerepkörök, vagy honnan kezdődnek? Tehát mintha el akarnánk távolodni, de közben meg kitoltunk valamit, és egy kicsit fejreállítottuk. Közben az is olyan érdekes, ahogy Szeréna, hogy így a beszélgetés vége fele kanyarodtunk, pont itt is visszafordultunk, beszéltünk arról a feszültségről, hogy a férfi hogy kezeli azt, hogy nő a főnöke, és közben meg van egy olyan feszültség is, amit érzek, vagy hogy a nő hogy éli meg, hogy ő a főnöke a férfinek. Mert hogy abba is van. Mert ez is fordított. Picit beszéljünk még erről nő-férfi változásról ebben a nagy változásban, vagy hogy hogyan alakultak a dolgok. Hogyan alakulhat még ezután esetleg? Van erre kutatás, hogy kilátásban mi lehet még? Fú, hát én nem tudok ilyen kutatásról, mert biztos vannak ilyen, hogy mondjam, jóslások a jövőre nézve, vagy ez merre fog alakulni. Hát, hogy alakulni a jövőben, hogyha nagy tendenciákat nézzük, azokból azért le tudunk vonni következtetéseket. Az, hogy Ezek a szerepek valószínűleg még inkább változatossá válnak, diverzifikálódnak, de tényleg nem akarok belemenni ilyen jóslatokba, találgatásokba. Az kétségtelen, hogy úgy tűnik, hogy akár még 50-60 évvel ezelőtt is ezek a szerepek mintha jobban leosztottak lettek volna, korábban el lehetett írni ezeket a szerepeket. Most ilyenekre gondolok, hogy akár 14-15 évesen egy fiút egy hagyományos társadalomban már felnőttnek lehetett tekinteni, mert hogy el tudott végezni olyan férfi munkákat, amit a felnőttek is el tudtak végezni. Ezeket folyamatosan kitoljuk, de ez nem feltétlen csak ezeknek a, hogy mondjam, kamaszoknak a nem is feltétlen hibája, nem ők csinálják, hogy ilyen lett a társadalom. A társadalom maga lett ilyen, hogy kitoljuk, ugye beszél a szociológiáról, a posztadolescencia korszakról, kitoljuk a munkaerőpiacra való belépésnek az időszakát, hagyjuk a fiatalokat többet gondolkodni azon, hogy mit is szeretnének csinálni. Megint egy másik fogalommal ugye lehetővé tesszük azt, hogy jobb esélyekkel induljanak a munkaerőpiacon, de ha például megnézzük az egyetemi népességet, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok a lány. Ugye a fiúk nem jönnek egyetemre, mert ők viszont elmennek pénzt keresni, és akkor a pénzkeresés az egy, hogy mondjam, azonnali dolog, amit 18-19 éves korban el kell kezdeni. Szóval itt is nagyon összetett ez az egész dolog, de az kétségtelen, hogy nagy változásokban vagyunk benne most, és nagy változások elé nézünk. Mondhatni, benne vagyunk a folyamatban. És milyen jó, hogy benne vagyunk, mert akkor történik, ha jelenben vagyunk. Hát, köszönjük, hogy itt voltatok, és Dióhéjban egy picit tudtunk erről beszélgetni, reméljük, hogy még fogunk tudni. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük a meghívást. Önökkel pedig nézőink találkozunk jövő hétfőn este 8 órakor, itt a Zebrán, a gondolatok átjáróján. Viszontlátásra! Viszontlátásra.